Dicsértes Jézus Krisztus 2024. augusztus 29-e van, és én a napot ezt nem látom most, a nappal szemük, de Szentreve fönyal szín és fény csodáit láthatjuk a mai naptól, pedig láthatjuk Szentreve fönyal csodájaként, és más angyalok csodáiként is, hogy a napot forogni láthatjuk, a nap korongot, a holdat forogni láthatjuk, az oltári szentség csodájához, oltári szentség forgásának csodájához hasonlíthattam, mert már leírhattam korábban is, hogy Krisztus teste mindent, tehát felvehettem már olyan szép csodát, hogy az oltári szentséget forogni láthatjuk a szentségtartóban, és láthatjuk mától a napot is, a holdat is forogni, és Krisztus teste, mivel Krisztus teste minden, ezért a nap előtt is, mint Krisztus teste, a testének forgása előtt vagyunk jelen, úgy, mint ahogy az oltári szentséget is láthatjuk forogni. Láthatjuk forogni szentségimádáson, de nem csak szentségimádáson, hanem máshol is, és így hasonlatként írtam, hogy a nap előtt is, mert a napot láthatjuk forogni, és ez egyben az oltári szentség forgását is, Krisztus testének forgását is jelenti, mert leírhattam már úgy, hogy Krisztus teste minden. Tehát definiálhatani, leírhattam azt, hogy Krisztus teste minden. Igen, ezt hittételként írhattam le, erről írtam a mai rám bízott üzenetben, és itt közben én nem nagyon látom, de remélem, hogy a napot veszem. Igen, most láttam meg, hogy igen, napot veszem fel, és Szentreve fönyal csodáként láthatjuk forogni napot, és a napban színeket, fényeket magunk előtt is, azt hogyan, mert én nem láttam még magunk előtt is, a levegőben is, de magunk előtt is. Itt közben jönnek biciklisek, Lupató fele megyek, mehetünk valóban Lupatóig, és egy teknős láttam most, de ő teknősként láttam a napot, és közben szín, fényeket is fellövelni. Egyszer írhattam azt, hogy tűzijátékként a nap körül láthatunk feljő, kijövő, mint a vulkán, és a vulkánokból nem fognak már kitűnni, láthatunk kijövő lába folyamot, Isten nagyobb dicsőség gyönyörködni, hogy ez nem okoz-e kárt. Igen, jó lenne, ha ez nem, tehát olyan kicsi lenne, hogy kicsit jönne ki, hirtelen nem tudtam a hasonlatot elcsépni, tehát olyan gyönyörű, tehát nem olyan óriás, hanem a vulkánból jön ki a láva. És most még nem láttam meg, én már vehettem fel Isten nagyobb dicsőség olyan videót, hogy a napot láthattam forogni. Itt most fények, még nem láttam a kívül színeket se, de az angyalok forgatták, mert most is látom, most, hogy jobban én látom, hogy forog a nap, Isten nagyobb dicsőség, és fénysávok jönnek ki belőle, fények, fénysávok, és ámen háló, és mindenki csinálhat, tehet, amit akar, szeretne, mindenki utazhat oda, ahol szeretne, közben itt jött a kocsi, megzavart egy kicsit, szerintem nekem csöngetek, vagy a biciklis a kocsinak, lehet, hogy nekem, és láthatjuk folyamatosan, és mindenki tehet mindent, amit akar, csinálhat bármit, amit akar, ezt is elmondhattam már, most a napcsodás videóban mondom, ugyanezt el, az is különleges, oda a Megyeri hidat láthatjuk, Megyeri hídnak a felső kijövő sávját forogni, nyújtózni felfelé, és forogni Szentreve fönyal csodáját. Ilyen nagy csodákat is vehetek fel, ez még nem a vége, de akkor még ma szeretnék fölvenni több videót, és akkor lezárom ezt a két csodát. Minden szó megkapta a kegyelő tagot Jézus rendéként, és minden fény a betlehemi csillag szent fénye, egészen Jézus dicsőséges második évetén, erről is írhattam most, amen, halleluja, és valóban minden fényben, így a betlehemi csillag fényét láthatjuk meg Szent Ráfael főangyal csodájaként. Amen. Amen. Igen.